Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk egy újabb vlogban, amiben is jelenleg vizet hordok kollégának, aki szórja a repcéket. Azt hiszem, hogy most lomtrágya és rovar ellen szórunk, ha minden igaz, de ő jobban tudja. A gépkapcsolatom ez egy UTV 650, román traktor, meg egy ugyancsak román, mi úgy mondjuk neki ciszterna, amivel hordom a vizet. Kapott egy új pompát, megszívott addig, hogy 3-4 bazint, 4 ilyen tartállyal. Vagy megmutatom, hogy működik. A gardán az benn van a fülkébe, hogy véletlenül, hogy megemelje, és akkor eltörik a gardán, vagy letöri a pompát, és így beteszem. Ezzel a lánc azért van, hogy ha véletlenül leakadna, akkor ne szaladjon el. Ugye egy egytengelyes, a kapacitása az 5500 liter. Ezzel a kék csővel, vagy milyen ez, zöld, ezzel a zölddel, ezzel szívatom meg, a sárgával meg nyomatom bele a szóróba. Nandinak a gépkapcsolata az 5100R és egy Technoma szóró. A Technomának a keretje 28 méter, azt hiszem 3200 literes. A traktorján vékony kerék van elő is, és a szórón is keskeny kerék, ugyanan keskeny, mint a traktoron. Úgyhogy most szórjuk a repcéket, én hordom neki a vizet. Ma kezdtük el, mostan. Az ilyen, hogy mivel szórjuk meg ilyenek, azt nem szeretném reklámozni. Nem is lényeg. Azt tudom, hogy lomtrágyával megyünk. Ilyen kövérítő, vagy mi az. Meg bogár ellen, mert vannak rajta bogarak. Itt a végén a zöldsűnek van egy szűrő, mert egy nagy hatalmas kútból szívatom meg, és hogy nagy valami mocskot bekapjon. Ez a szűrő megakadályozza. Úgyhogy ja, a kerekeket széje vannak szedve, vannak zsírozva, minden át van nézve rajta. Úgyhogy ja, fent van egy óra a tetején, az a fehér, nem tudom, annyira lássátok. Amikor szívatom megfele vízzel, mikor üres, akkor az óra balra megy, amikor meg kifele fogom nyomatni, akkor meg jobbra. Ugye bárba mutassa, tehát, hogy milyen nyomás van a tartályban, azt mutassad nekünk, vagyis nekem. Azt hiszem, Nandi már jön errefele. Ja, szerintem fogunk tankolni egyet. Úgyhogy, mint mondtam, 5500 liter van ebbe. Az a baj vele, hogy csak egyszer tudunk tankolni ebből, mert már kettőt nem bír ki. De egyszer megtankolom, és akkor megszívatom mindig. Úgyhogy, ja. Aki esetleg nem tudná, ez román traktor milyen, ez egy 4 hengeres sima szívó motor, ezekben mind ilyen van. Ugye amikor láttátok a rakodós vlogot, az Ifromba, abban a sárga rakodóban is ugyanilyen motorra, mint ebbe. Csak hát egy traktorban nem bír addig egy motor, mint abba például, mert egy traktor csak dolgozik, talajmunkázik, minden. Az meg nem erőködik annyit, mint egy traktorban motor. Tehát abba tovább bírja. Úgyhogy ennyi lenne, így bemutatkozónak, hogy mit dolgozok. Ez a pompa nem egy olcsó mulatság volt, de mindegy, nem számít az ára. De, ja igen, még azt akartam mondani, hogy a traktor relantinba jár a motorja, 4,5-5 perc kell megszívni ezt a tartályt, ő üresről tele. Hogy kinyomja, ugyanúgy relantinba ugyanannyi, 4,5-5 perc. Lemértük, úgyhogy ja. Relantinba, épp hogy ketyeg a motor. Mert nem is szabad gázolni, mert nincs mér, meg na, pompának se jó, nagy túrával, hogy szívassuk, meg nyomassuk kifele belőle a vizet. Úgyhogy ja, majd megmutatom, hogy szívatom fel. Lehet, hogy nem ebbe a vlogban, majd meglátom, vagy ebbe, vagy belevágódik, vagy majd hogy lesz, nem tudom. Úgyhogy most várom, hogy jöjjön Nandi, úgyhogy majd mindjárt jelentkezem, hogyha majd tankolunk. Addig is csapatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, mindjárt majd ideje megmutatom a szóról, hogy milyen az.
nagyon profi, bent ülne elektronikával, kezeli, GPS-el szórja, meg ilyenek. Amikor én megint fel arra megy, mikor szél meg erre. Fél várom meg azt. Jó. Másfél a box. Jó, hogy csinálj. Így forog a kerekben, hogy gyorsan így megy el. Állni. Az arra mutatta, úgy megy el. Ha itt van biztos más két rossz áll, hamar jöttem. Már elég ez neked, nem ez? Gyere ki majd a motorra, nézzél meg ott. De nem elég már van neked ez? Elég. Megszívattam, meg a szemeteire. Gyere ki a motorra, ott leszem a tiéd mellett. Hon? Előbb el keskáltok benne, melyek oda. Oda menjek ki? Most innen hova mész? Oda keskáltok meg. Jó van. Na megvan a tiéd, mert az eltök mellett. Mert a telefonod? Mert azt csak nem tud hinni. Kinnapcsolod, ott megyem. Azt mondja, hogy melyik engem jó, nem tud hinni tégedet, hát mondja, mi van. Hát meg esti kinyomom ezt a szavra, két darab van az egény. Kecske hát, meg ott az egény. Jó. Ma 30 hektár meg is van már. Délután mentem ki, egy adag volt. Ha. Még beledöltem minden. Még pillantom is vele, megint volt ebben a szűrő. Igen? Nem pászoltak, hogy így ülünk. Ha nem sok megy ki, ráver a pumpára. Elkezdett csak egyszer kell beállítani, már azért nem csepeged, ahogy így hagyta, nem csepeged. Jó sokat teszi, azért. Ha. Lehet már nagyobb láz, ha jobban csepeg, csorog. Az lehet. Egy pont elég. Jó. Van félig, van. Olyan több, mint félig a fát.
se. Légpárnál velem mit látassátok, a két légpárnát bent a főkép vezérli, mert ugye a Technomának beépített, vagyis van kompresszor rajta. A Technoma, amit látassátok, tankolás. Tényben nyomja. Engem is, az meg már magén belállt a kútba, majdnem belestem. Úgy meg ránt a kútba ember. Meg rantinba hív, szia csak. Hát könnyű vele dolgozni, csak meg kell szokni. Nem nehéz. Most így. Ilyenkor szíj, értni? Ha. Ez lenne a pompa, látosságot. Ebből kell neked most? Kellett volna? Kellett volna? Azt mondom, hogy ennyi kell. Ebből van így. Eddig ebben ezt hívottad fel? Jó. Hát jó sok idő kellett. Tényleg. Hogyne.
paljon sä oot koitut kinikolla tässä kesää? Ja mä... Anja kemustoon! No niis. Ihvonne. Úgyhogy... Ez lenne a kis munkánk mostan. 5100 ér, Technoma, UTB, vízfordó. A kolléga... Ahol nincs a doktorok? Melyike? Jó madács, jó? Ez így megyed felfele. Most nem megy el a drágtérnek. Megyük el a búzám. Itt van, hogy a búzám. Imán Csongi. Most tankoltuk meg. Most tankoltuk meg, fix. Aha, most teszi bele a szelet ebbe a percbe. Nem töltötte meg. Igen, megszívatom most. Mert azt mondom, hogy megy a kecske hátra. Hogy elmegyek a szemetre, felmenni a szél. Melyiket agyod? Igen. Igen. Mit a szobán az autónak, kerüljön ki minket. Jó, majd felhívlak. De megszívottam ezt már, ezt még? Most, ha megyek hazafele? Jó, tudom, hogy kell. Igen. Tudom. Igen. Igen. Aha, jó. De már beszélünk. Beszélünk. Aha. Igen. Te... Aha, tankoljam tele? Jó. Aha. Jó. Jó. Na jó. Majd ha megszívottam, bementem, akkor ma felhívlak. Na. Igen, ott mi a többinek? Tudom én. Tudom én, hogy mondod. Na. Ó, ember, izékel lehet egy... Nem sok időt kellett neked. 4-5 perc. Faszálló. Nem, ó, mennyi ment ki, te nem mentünk egy vedélyre se, lúfasz. Na, szia. Igen. Igen. Tudtam, eddig is nem jöttél, most tudtam, ahol. Csak na, jöttél így. Na. Jó. Igen, most is néztem. Mondta, csepeget, mondta Randi. Meg, 5 bárra, és jobbra ment. 5-ig, 0,5-ig. Fél bár, fél. Na. Csá.
úgyis hát ennyi lenne ez a vlog. Még most ezt megszívattam a kútnál, aztán meg a 8300-ra meg berenálni, ma vagy 2-3 darab, meg kell húzni. Úgyhogy Nándi még megyen megszorva egy nem tudom hány darabot, majd holnap folytassuk ugyanezt. Úgyhogy csapatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel. Én Csabi voltam, találkozunk a következő vlogba. Ő volt Nándi, a kollégám. Úgyhogy szevasztok!